Sziasztok, Etelka vagyok, elhoztam nektek a 24-es leckét, ezt a képet fogjuk most közösen elkészíteni. Itt láthatjátok a színkódot, én már beraktam az egyéni színekhez, a sötétzöldet háromszor, a halványzöldet kétszer, majd a barnát egyszer. Veszünk egy lapot, 900x600-asat. Én ezt szokásom szerint kisebbre veszem. Bemegyünk, a szűrők, Muramaister, Claude, és beállítjuk a színeket. Ide a világos zöldet teszem, és alulra a sötét zöldet, és leokézom. Adok neki egy élesítés, Microcontrax 12-vel, majd behozom a mappából a hölgyet, vagyis a párt, és bemásolom. Ezt megfogom, egy kicsit feljebb viszem, hogy az orrból is látszódjon azért valami, és kézi beállítással beállítom a szokásos módon, 0-0, innen kiveszem most a pipát, ide 900-at írok, alulra 600-at, és visszahelyezem a pipát, leokézom, majd egyesítem a két réteget. Bemegyünk a szűrők, simple, tiktvile, april. Utána szűrő, elmosás, kétszer csinálunk neki körkörös elmosást. Így, majd egyszer egy művészit, szűrők élesít, Microcontrax 12-vel élesítjük, majd szűrő domborítás, domborítást adunk neki. Ezt letesszük, mert még szükség lesz rá. Behozzuk a mappánkból ezt a díszt, és bemásoljuk. Megfogod, ide elhúzod, úgy, hogy itt ez a szaggatott vonal azért látszódjon, és megkettőzzük. A vízszintes fordulattal átdobod, megfogod és áthúzod ide, felhelyezed úgy, hogy itt a szaggatott vonal látszódjon, és a szaggatott vonal a kettő közé kerüljön szorosra, és egyesíted a két réteget. Majd méretezzük, de ügyelj arra, hogy innen a pipát kivedd. Megfogod, és felviszed teljesen eddig a görgületig. Majd elengeded, és rögzíted. Ismételtem meg kettőzöd, és a függőlegessel átdobod. Megfogod, és lehozod. Én ide lehelyezem ezt, és ezt is itt beállítom. Majd réteg, középréteg, vízszintesen középre teszem, és emesztet is, réteg, középréteg, vízszintesen középre. Majd egyesítem a két réteget, bemegyek a szűrők, torzítás, simple. Erre már nem lesz szükségünk. Adunk neki egy élesítést, Microcontrax 12-vel, majd beállítás, árnyék, 2-2, 100 és egy 1-es. Árnyék egyesítés. Szűrők, tesztúra, homokkő. Szűrők, tompítás, tompítás. Most behozzuk a tájat,
a mappánkból, és bemásoljuk. Elhelyezett körülbelül így. Aztán úgy is variálunk még rajta, megkettőzzük, és a vízszintes tükröződéssel átdobod. Körülbelül látod, hogy hol a galamb, annak a környékére tesszük, és a radírunkkal a felső galambunkat kitöröljük. Egy kicsit nagyobbra veszem a sugarat, és ezt így szépen kiegyenlítem, hogy egybefoljon az egész. Még innen ezt a holdat is kivesszük, mert a másik oldalt benne lesz, és innen oldalról, úgy a híd széléig letöröljük, majd megfogjuk és megfordítjuk a kettő képet. Egyesítjük, és réteg méretezéssel beigazítjuk. Így ezt lejjebb visszük, mert ezt nagyon fölvittem. Itt meg följebb. Talán kijebb lehet húzni. Így. Körülbelül így álljon a méretezésünk, és most rögzítjük. Megfogod és lehúzod a minta alá, megkettőzzük, és egyesítjük a két réteget. Szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel is élesítjük, majd szűrő, domborítás, domborítást adunk neki. A mintánkat és a tájat egyesítjük. Lemegyünk a háttérre, szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, majd szűrők, tesztóra, merített papír egyszer, szűrő, tesztóra, merített papír még egyszer. Erre se lesz már szükségünk. Kép, bocsánat, egyesítjük a réteget. Kép külső keret. Egy négyessel először a barnából, majd kép külső keret. Marad a négyes, csak most a sötétebb, bocsánat, sötétebből, és kép külső keret a világossal. Kép külső keret 45 pixel a sötét zölddel. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás, körülbelül egy 25-tel, szűrők, leképezés, 3D-s, de nem ezekkel, ide pedig. Betesszük a barnát, de annak is egy világosabb árnyalatát. Körülbelül a 255-re menjetek. Így. Leokézzuk, szűrő, leképezés 3D.
És most a bal felsőre megyünk. Jó. Most pedig kijelölés, inverse kijelölést csinálunk. Szűrők, textúra, homokkő, szűrő, élesítés, mikrokontrax 12-be élesítjük. Bemegyünk a Mettibe, megnézzük, hogy a vibratinussal milyen lesz. Legfeljebb megcseréljük. Lines. Ide egy 6-ost, 5-ös, 10, 10. Avari. Leokézzuk. Ha nem jó, akkor visszarakjuk. Hát ez fog maradni, mert ez jobban tetszik. Szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítem, szűrő, tesztóra, és adjuk neki a szúnyoghálót. Szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, és adunk neki egy kis domborítást is mérsékelve. Nem lesz teljesen egyforma, úgy látom a kép, de majd megnézzük a végén. Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, de ez már a feketével. 5-ös szélessége, 50 átláthatatlansága is az elmosásba. Így, kijelölés, elrejtése. Most megfogjuk a hölgyet, vagyis a párt, és ide szépen bemásoljuk. Megfordítjuk. És réteg méretezéssel elkezdjük húzni. Eztet erre, hogy azért mégse olyan legyen már, hogy nincsenek az úrnak lába. Így rögzítjük. Inkább ide kívülre tegyük őket. Így. Adunk neki egy szűrő élesítés mikrokontrax 12-vel, és árnyékoljuk 5-5, 50, és adjunk neki egy 30-as sugarat, árnyék egyesítés, ismételtem, beállítás árnyék, csak most minusszal. Így, árnyék egyesítés. Jó. Még mindig méretezek, följebb viszem ezt a hölgynek a hölgy feje egy kicsikét följebb kerüljön. Körülbelül ennyire rögzít. Így. Most már jó. Egyesítem a két réteget. Bemegyünk és beírjuk, hogy Etelka tutoriál. Konvertáljuk, majd szabad átalakítással 50-re vesszük. Megfogod és elhelyezed ide oldalra. Bemegyünk a szűrők, Metti.
Vibrations, mindent így hagy, csak a linenszre kapcsolj át. Így adunk neki egy beállítás árnyék. 1-1, 100, 1-es, le a kézzük, és árnyék egyesítés, és ismételten beállítás árnyék, mínusz 1, mínusz 1. Árnyék egyesítés, szűrők, élesítés, mikrokontrax 12-vel élesítjük, és itt az átlátszalanságát levesszük 70-re. Réteg egyesít minden réteggel. Készen van a képünk, és akkor amit ígértem nektek, hogy megnézzük, hogy mennyire lett egyforma másik képet, behozom ismételtem, mert már azt kitöröltem az elép, és úgy látom, hogy egyforma lett a kép. Igen, további szép napot kívánok, jó szórakozást a kép elkészítéséhez, sziasztok!